Gratulálok a győzelemhez és a biztos bennmaradáshoz. Hogyan élte meg ezt a nagyon küzdelmes mérkőzést? Hát igen, ez a jó kifejezés, küzdelmes meccs volt. Talán azt mondhatom, hogy nekünk egy kicsit azért több lehetőségünk volt, vagy lehetett volna, hogyha jól játsszuk le a végét. Aztán a végén nyilván kellett a Dávidnak a bravúrja, de összességében engem már régóta, jó pár hete, nem akarok nagy képüsködni, vagy nem tudom, én jó pár hete már nem a bemaradás érdekel. Már csak azért sem, mert nyilván kieshettünk volna, de elmondtam a srácoknak is, hogy saját kezünkben volt a sorsunk. Tehát ha mi így játszunk és nyerjük a meccseket, akkor olyan pozícióban voltunk, hogy teljesen mindegy, hogy mögöttünk mit csinálnak. Én inkább próbáltam eléjük állítani egy újabb célt, hogy próbáljunk előre felé nézni, és próbáljunk fölfelé arra szólni, amennyi lehet, tegyünk meg mindent érte, aztán majd meglátjuk a végén, hogy mire lesz elég. A lefújás után mit mondott Németh Dánielnek? Ja, ugye úgy küldtük be, hogy nagyon sokat fejlődött a Dani, volt egy jó szituáció, amit hogyha rosszul talált, és sajnos ez ilyen technikai hiba volt, de az különben nagyon szép akció lett volna. Arra kértem, hogyha nem biztos, akkor legyen meg a labda, tartsuk meg egy kicsit minél messzebb a kapunktól, erre volt egy ilyen egyérintős eladott labda, igazából erről beszéltem neki, hogy le kell higgadni egy kicsit, de ő fiatal játékos, úgyhogy ez benne van. Ezért sokat beszéltünk már elő a hihetetlen tavaszi menetelésről, hogyan lehet ezt meg kitolni az utolsó három mérkőzésre? Hát én bízom benne, hogy ki lehet, már csak hármat kell nyerni. Nyilván látjuk, hogy azért ez nagyon nehéz, főleg úgy, hogy azért nálunk egy kivétellel azért a jobb csapatokkal játszunk a tabellán elfoglalt helyük alapján, vagy talán a lehetőségek alapján. De hát azt is látjuk, hogy hál' Isten, hogy ezt talán a pályán a legkönnyebb kiegyenlíteni, és a srácok meg is teszik, úgyhogy van még három meccs, de hát szépen sorba, következőre is felkészülünk, és fújunk egyet, aztán meglátjuk. És nullára lehozták a mérkőzést, igen, és erről is beszéljünk, mert ugye a védelemmel azért hadilábon állt, legalábbis ugye az mérkőzés elején azért kiemelt, hogy nehéz helyzetben volt. Addig, amíg többet rúgunk, mint kapunk, ugye nyilván én nem örülök neki, a gólokat kapunk, de sajnos benne van a meccsbe. Igen, ez most egy pozitívon pluszban, hogy nullára tudtuk hozni a meccset, és igazából úgy, hogy az ellenfélnek talán nagyon sok lehetősége volt. A végén volt egy-két, de hát kiváló játékosaik vannak, akik bármikor beszállva a kispadról is akár meg vagy eleve tudnak zavart okozni, de a végéig azért jól reagáltunk, úgyhogy rendben volt.